A Gotthard Obszervatóriumról szóló kötet főként fényképekkel, kevés magyar és angol szöveggel mutatja be az intézmény 135 éves történetét. Gotthard Jenő saját kastélyában hozta létre a korszínvonalát messze meghaladó csillagvizsgálóját, amelyhez fizikai és kémiai laboratórium is tartozott. Gotthard Jenő 1880-ban kapta az első távcsövét Konkoli Tege Miklóstól, és a következő évből származik az első dokumentált megfigyelése, innentől számítjuk a Gotthard Obszervatóriumnak a kezdeteit. A tudomány és helytörténeti kötetben több száz fénykép dokumentálja korszakokra bontva az intézmény és az ott folyó kutatások történetét. Az eredetileg gépészmérnök Gotthard Jenő technikai hagyatéka a Premontrei gimnáziumban vészelte át a háborút. Az intézmény később Gotthard Sándor egykori kúriájába költözött, amely a 60-as években műhold megfigyelő állomással, később újabb korszerű távcsövekkel és egyéb műszerekkel bővült. Az ezredfordulóra már teljes egészében üzemeltek mindazok a számítógépek, mindazokat a számítástechnikai eszközök, amivel mi versenyképesen, illetőleg partnerként részt tudtunk venni a legmagasabb szintű csillagászati kutatásokban. A sok mes mellett a csillagok színképi megfigyelésével, a tejútrendszer szerkezetével, kisbolygókkal és üstökösökkel foglalkozó intézet 1979 óta az ELTE oktatási bázisa. Nekünk ez a Gotthard Obszervatórium nagyon sokat jelent. Nagyon sokat jelent, és azt hiszem, hogy ezt tükrözi ez a könyv is. Ez egy darabka ELTE, amely immáron szimbolizálja azt is, hogy az ELTE milyen szinten fonódik össze Szombathellyel. A rektor hozzátette, az egyetem támogatja az obszervatórium további fejlesztéseit, és azt a törekvést is, hogy az intézmény visszaköltözhessen eredeti helyére a Gotthard kastélyba.